Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió félhatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Január 7-e van, az Attillák és a Ramónák ünneplik névnapjukat, ma van a pravoszláv karácsony, aki ma tartja, annak boldog ünnepet kívánunk. 256 évvel ezelőtt verték le a madéfalvi felkelést, 77 évvel ezelőtt New Yorkban elhunyt Nikola Tesla, a váltakozó áramrendszer feltalálója. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Ma ünneplik a pravoszláv hívők a karácsonyt. Holnaptól ismét torlódásokra lehet számítani a szerb-magyar határszakaszon. A nemzeti összetartozás évének ünnepélyes megnyitóját tartották ma Moson-Magyaróváron. A madéfalvi veszedelem 256. évfordulójára emlékeztek ma Hertelendi falván. Javában tart a síszezon, Zlatiboron 1200-an siklottak a nyitónapon. Ma van az ortodox karácsony, a szerb pravoszláv egyháza Julián naptár szerint ünnepli Krisztus születését. Szerbia szerte tartottak karácsonyi liturgiát a pravoszláv templomokban. A belgrádi Szent Száva templomban Irinej szerb pátriárka celebrálta a reggeli szentmisét. Harangszó hirdette a pravoszláv karácsonyi liturgia kezdetét a belgrádi Szent Száva templomban. A liturgiát Irinej szerb pátriárka celebrálta. A Balkán legnagyobb temploma vasárnap reggel megtelt hívőkkel. Családok ünnepi díszbe öltözve hallgatták a karácsonyi misét. Megtisztulni, megnyugodni és ünnepelni érkeztek a templomba, hiszen a karácsony a pravoszláv hívők számára is az egyik legfontosabb vallási ünnep. A szerb kormány képviselői, valamint más egyházi és világi méltóságok is jelen voltak a belgrádi Szent Száva templomban az ünnepi szentmisén. A pravoszláv karácsony Szerbiában nem csak vallási, hanem állami ünnep is, munkaszüneti nap. A liturgia első részében a hívőket felkészítették a szent áldozásra, vagyis Krisztus testének és vérének átvételére. Majd a liturgia második részében az ünneplők áldozáson vehettek részt. A liturgia végén a hívek egymást Isten békéje, Krisztus megszületett szavakkal köszöntötték, amelyre a valóban megszületett mondattal válaszolnak. ...5300 részből álló ünnepi kalácsot törtek meg Belgrádban a Szent Száva templom előtt. A karácsonyi kalácsban 33 aranypénz volt, ami Jézus Krisztus földön töltött éveit jelképezte. A hagyomány szerint, aki érmét talál a maga letört részében, szerencsés lesz az idén. Idén készült az eddigi legnagyobb karácsonyi kalács átmérője. 3,8 méter, súlya 250 kg volt. Irinej szerb pátriárka köszöntője mellett arra is kitért, hogy mindenkinek szüksége van Isten kegyelmére, mindenütt, mindenhol, és különösen ebben az időszakban. Da budemo narod njegov, a kada smo narod njegov, odnosno vezani najbližim srodstvom sa svakim čovekom, bez obzira na njegovu kulturu, naciju i druge razlike koje postoje među ljudima. Alekszandar Vučić szerb államfő karácsonyi köszöntőjében azt kívánta, hogy az ünnep bölcsessége hozzon kitartást a tartós erkölcsi és szellemi értékek megszilárdításában. Azt kívánta továbbá, hogy az örömteli ünnep a megváltó születése szolgáljon erőforrásként a nehézségek békés és méltóság teljes legyőzésében. Vučić kiemelte, hogy ebben az évben kiemelten a montenegrói szerb hívőket és a montenegrói szerb egyház püspökeit köszönti, akik az örömteli ünnepet aggodalommal töltik.
Vihar előtti csend jellemezte ma a szerb-magyar határszakaszt, holnaptól viszont ismét egy vendégmunkás hullámra lehet számítani. Azok indulnak vissza, akik Szerbiában töltötték a pravoszláv karácsonyt. Ma délelőtt mindössze pár perc alatt át lehetett jutni mind a Horgos-Röszke, mind a Királyhalom-Ásotthalom határátkelő helyeken Magyarországra. Az idilli hangulatot azonban egy rendszerleállás árnyékolta be, emiatt hosszabb időn át nem lehetett igénybe venni az átlépőket. Kedden délelőtt nyugodt volt a Horgos-Röszke autópálya határátkelőhely. Sem a ki, sem a belépő oldalon nem volt jelentősebb várakozás. Most a Horgos-Röszke autópálya határátkelőn vagyunk, ahol lendületesen haladtak a személyautók Magyarország irányába. Először kettő, majd pár perccel később már három kapu átnyitva. Így még lendületesebb volt a forgalom, és mindössze csak pár perc volt a várakozási idő. Ott jártunkkor egyetlen személyautó sem várakozott a Szerbiába való belépésre. Draženko Tomić, a horgosi határrendészet parancsnok helyettese elmondta, a Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen az ünnep ideje alatt nem volt torlódás, de bármikor kialakulhatnak kisebb-nagyobb sorok. U toku današnjeg dana nema zadržavanja na graničnom prelazu Horgoš, radimo dve saobraćajne trake na izlazu plus autobuse, a na ulazu jednu saobraćajnu traku i plus autobuse. Očekujem više i pojačan intenzitet saobraćaja za vreme vikenda. A Királyhalom-Ásotthalom határátkelőhely egyike azoknak az átlépőknek, amelyeket alternatív útvonalként javasolnak az illetékesek. Kedden délelőtt szinte teljesen kihalt volt a határátkelő. A Királyhalom-Ásotthalom közúti határátkelőn mindössze pár autó várakozott arra, hogy beléphessen Magyarországra. Visszafelé, tehát Szerbiába, mint ahogy most is jól látható, egyáltalán nem volt személyautóforgalom. Az illetékesek azt mondták, hogy a reggeli órákban volt nagyobb várakozás. A határátkelők helyzete óráról órára változhat. A legfrissebb információkért érdemes felkeresni a polisz.hu oldal határinfó rovatát, valamint a Facebook csoportokban is lehet tájékozódni. Márciusban megnyitják a Belgrád-Opázova vasúti szakasz baloldali sínjeit. Ez a Belgrád-Budapest gyors vasút szerbiai szakaszának egy része. Az említett szakasz 34,5 kilométeres. Miroljubjev Tity, a szerbiai vasutak infrastruktúrája igazgatója elmondta, hogy az Újvidék-Szabadka szakasz kiépítése várhatóan idén március végén kezdődik meg. A kivitelező egy kínai cég, amely a tervek szerint 2022-re befejezi a 108 kilométernyi vasút kiépítését. Hozzátette, jelenleg Szerbia szerte 377 kilométernyi vasútvonal modernizációja vagy rekonstrukciója van folyamatban. Migránsok támadtak meg egy nőt Belgrádban. Az illegális bevándorlóknál szúró eszköz is volt, amit a megtámadott nő szerint elő is vettek, de senkit sem sikerült megsebesíteniük. A szomszédok és a járókelők segítettek a migránsokat elfogni, majd a rendőrség is percek alatt a helyszínre ért. A megtámadott nő egyébként zúzódásokkal megúszta a történteket. Stábunknak azt mondta, a kezét és a lábát is rugdosták a migránsok. A bevándorlókat a nő saját udvarába lopáson kapta, ekkor támadtak rá. Idén már több hasonló incidens is történt a szerb fővárosban. Emberrablás és nemi erőszak miatt életfogytiglani börtönre számíthat a Malcsai Borbé, írja a szerb sajtó. Ninoslav Jovanovićot kihallgatták a Nisi felső ügyészségen azzal a gyanúval, hogy elrabolta és megkínoszta a 12 éves Monika Karimanovićot. Ezek után az ügyészség azt javasolta a bíróságnak, hogy helyezze a férfit előzetes letartóztatásba, amelyet a bíróság el is fogadott. Borislav Radonjitja, az ügyészség szóvivője elmondta, hogy az előzetes letartóztatásra a menekülés kockázata, valamint azon körülmények miatt volt szükség, amelyek arra utalnak, hogy ismét elkövetheti a bűncselekményt. Jovanovićot január 5-én vasárnap fogták el a szülőfalujában, Malcsában található temetőben. A nemzeti összetartozás minden magyarba bele van írva, hangoztatta a Magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára ma Moson-Magyaróváron a nemzeti összetartozás évének ünnepélyes megnyitóján. Rétvári Bence a piarista iskolában rendezett ünnepségen kijelentette, a trianoni békediktátum következtében az elmúlt 100 évben a magyarság nem az összeomlásról, hanem az élni akarásról, az újrakezdési képességéről és az alkalmazkodni tudásáról tett tanulmányt.
bizonyságot. Az alaptörvény a legmagasabb szintre emelte a nemzeti összetartozás eszméjét, tette hozzá. Mindnyájunk közös felelőssége, hogy a határon túli magyarok érdekeiért kiálljunk, mert ha mi magunk nem állunk ki a magyarokért, akkor ezt senki nem fogja megtenni, fogalmazott. A ma délfalvi veszedelem 256. évfordulójára emlékeztek ma Hertelendi falván. A helyi bukovinai székelyek évről évre összegyűlnek, hogy tisztelegjenek őseik előtt, valamint felelevenítsék az akkori erdélyi eseményeket. 1764. január 7-én hajnalban osztrák katonák támadták meg ma délfalvát, ahol korábban a székelyek vezetői találkoztak. Mintegy 200 embert, köztük nőket és gyermekeket mészároltak le. Ezután következett a Moldvába való menekülés, majd onnan az elnéptelenedett Bukovinába való áttelepülés. A több mint 100 évig tartó idegenben való tartózkodás után az anyaországba való első visszatelepítésük 1883-ban valósult meg. Ekkor mintegy 4000-en kerültek az Alduna melletti falvakba. Ezek a települések a mai Hertelendi falva, Sándor egyháza és Székelykeve. A hertelendi falvai megemlékezés egy rövid áhítattal kezdődött a református gyülekezet imatermében, amelyen Halász Béla, a szerbiai református keresztjén egyház püspöke elmondta, az emlékezésben is meg kell bocsátani azoknak, akik azon a régi hajnalon véres cselekedeteket tettek. A megemlékezés tanít arra is, hogy tanuljunk a múltból, tette hozzá. És adja mindenható Isten, hogy a jelenünk és a jövünk az Úr segítségével egy jobb jelen legyen, és egy jobb jövő. Most múlt el nemrég új év, egymásnak boldog új esztendőt kívántunk. Mindjárt várjuk a jobbat, ugye testvéreim. És a népünknek is megvan az a lehetősége, hogy válassza az Urat, válassza a hitet, és válassza a jobb életet. Székely Beáta, színész, egy székely történeti balladával és egy énekkel idézte fel a múltat. Györfi József református presbiter bukovinai székelyként mindig részt vesz a megemlékezésen. Ez a megemlékezés a számunkra sokat jelent, mivel a gyülekezetnek majdnem 100%-a székely származású, és a felmenők egész Madé falvától vannak visszamenőleg. És mind ahogy a püspök úr is hirdette, hogy a múltra nem azért kell megemlékezzünk, hogy a bosszút tartsuk, hanem ezeket az emlékeket meg kell őrizzük az őseinkről. A megemlékezés végén a megjelentek elénekelték a székely himnuszt, majd Györfi Sándor a református gyülekezet gondnoka, és Lőcsei Vilmos, a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület elnöke megkoszorúzták a helyi kopjafát. Köszöntőt mondott és előadást tartott Szilágyi Péter a Kőrösi Csoma Sándor program keretében a Föld déli féltekéjére utazó ösztöndíjasok budapesti képzésének tegnapi megnyitóján. A magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosától megtudtuk, hogy márciusban 36 fiatal utazik Latin-Amerikába, Dél-Afrikába, Ausztráliába, illetve Új-Zélandra, a diaszpórában élő magyar közösségekhez. Ausztráliába összesen 18 ösztöndíjas utazik, ahol több délvidéki származású magyar él, tehát itt kimondottan délvidéki magyar közösségeknek segítenek majd a fiatalok, emelte ki Szilágyi Péter. Most ugye 36-an elindulnak márciusban a déli féltekére, és a 150 helyből a fennmaradó helyeket pedig majd szeptembertől töltjük be, akkor indulnak el szeptembertől az északi félteke országaiba a fiatalok. Most a 36 fiatal már nem 6 hónapra megy ki a déli felvetve országosba, hogy eddig, hanem itt is bevezettük a 9 hónapot. Nézzük, mi lesz még a híradóban.
A téli szünetben is zajlik a közösségépítés Múzsján, elkezdődött a téli oratórium. Kártyaversenyt tartanak Ludason, győzteseket jövő szerdán hirdetnek. Új csatornaigazgató került a magyarországi Kossuth Rádió élére, Siklósi Beatrix váltja Mucsányi Mariannát a csatornaigazgatói pozícióban január 6-tól, azaz tegnaptól, közölte az MTVA sajtóosztálya. Mucsányi Marianna 3 év után közös megegyezéssel távozik a magyar közmédiától. Januártól 14%-kal emelkednek a magyar egészségügyi szakdolgozói alapbérek, mondta a magyar egészségügyért felelős államtitkár ma Budapesten. Horváth Ildikó kiemelte, ez az emelés a 2016-ban kezdődött több lépcsős béremelési program folytatása, ami mutatja a kormány elkötelezettségét az egészségügyben dolgozók megbecsüléséért és ágazatban tartásáért. Ezért a béremelésen túl a magyar kormány a munka és lakhatási körülményeket is fejleszti, nővérszállók építésével. A januártól esedékes béremelés 81 ezer szakdolgozót és 4 ezer védőnőt érint. Az osztrák államfő beiktatta az új kormányt. Az osztrákok azt várják, hogy olyan kormányuk legyen, amely nyugodtan és lelkiismeretesen tevékenykedik az országért, mondta Alexander van den Bellen, ausztriai államfő ma a beiktatás előtt. Az államfő arra intette az osztrák néppárt és a zöldek által alkotott kormánykoalíció tagjait, hogy bánjanak óvatosan a hatalommal. Sebastian Kurz lett a kancellár, Werner Kögler pedig az alkancellár. A hivatalba lépő kormány holnap kezdi meg munkáját. A kabinet több szempontból is rekordot dönt. A néppárt és a zöldek először vesznek részt közösen kormányzati munkában, Kurz pedig második hivatali ciklusának kezdetén is a legfiatalabb kormányfő az Európai Unióban. Továbbra is feszült a helyzet Irán és az Amerikai Egyesült Államok között. Pánik tört ki a múlt héten Bagdadban kivégzett Qasem Soleimani mai temetésén. A múlt heti dróntámadásban kivégzett iráni katonai vezető gyászszertartására több százezres tömeg gyűlt össze ma délelőtt. Az incidensnek eddig legkevesebb 50 halálos áldozata és 40 sebesültje van. Soleimani volt a forradalmi gárda külföldi titkos műveletekért felelős Al-Quds egységén parancsnoka, aki közvetlenül Irán legfelsőbb vezetőjének jelentett. Likvidálására Donald Trump amerikai elnök adott parancsot múlt pénteken. Január 3-án hajnalban Washington légi csapásokat hajtott végre Bagdadban Iránhoz köthető célpontok ellen. A dróntámadás egyik áldozata Qasem Soleimani, az iráni forradalmi gárda Al-Quds nevű különleges egységének parancsnoka. A Pentagon információi szerint az iráni tábornok támadásokat tervezett az Egyesült Államok érdekeltségei ellen, és az elmúlt napokban az ő jóváhagyására ostromolták meg iraki tüntetők az amerikai nagykövetséget Bagdadban. Donald Trump, amerikai elnök még aznap a Fehérházból nyilatkozott a történtek kapcsán. We did not take action to start a war. I have deep respect for the Iranian people. They are a remarkable people with an incredible heritage and unlimited potential. We do not seek regime change. However, the Iranian regime's aggression in the region, including the use of proxy fighters to destabilize its neighbors, must end, and it must end now. A sokak által hősnek tartott tábornokot több százezren kísérték utolsó útján Bagdadból, ma pedig végső nyugalomra helyezték szülővárosában, az iráni Kermánban, ahol tömegpánik tört ki. Legkevesebb 35 ember meghalt, további 40-en megsérültek. Az iráni parlament egyhangulag törvényben minősítette terroristának az amerikai fegyveres erőket ma délelőtt, Irak pedig a légi csapás elítélését kérte az ENSZ-től. A kínai külügyi szóvivő aggodalmát fejezte ki az Egyesült Államok és Irán között éleződő feszültség miatt, az érintett feleket pedig önmérsékletre szólította fel.
A fiatalok elvándorlása és a negatív népszaporulat temeri magyar közösségét is érinti. A 2019-es egyházi adatok alapján 2,5 ezer annyi temetés volt, mint keresztelés. Az elvándorlás hatványozottan érinti a pályakezdő és fiatal családos embereket. A helyi önkormányzat elsősorban anyagilag próbálja támogatni a gyermekvállalást és a foglalkoztatást, de az itthoni továbbtanulást is. Tavaly 43 keresztelés és 104 temetés volt Temerinben, mondta Szundyi László helyi plébános az év végi szentmisén. 56 nyolcadikos bérmálkozott és 46 másodikos volt első áldozó, ami szintén rámutat a csökkenésre. Kihívása a fiatalok egyházon belül tartása is, szögezte le. Ami az ifjúságot illeti, a bérmálás után egyesek Újvidéken van, aki Becsén, vagy Zentán, vagy akár Szegeden tanulnak, a fiatalok általában szerteszét mennek, úgyhogy olyan rendezett, összetartó erőt mi itten nem tudunk megvalósítani. A fiatalok elvándorlása időszakonként erősödik, napjainkban jellemzően gazdasági okoknak tudható be, a jelenség itthon szakember hiányt is eredményez. Pásztor Róbert, a temelini községi képviselőtestület elnöke elmondta, az önkormányzat ösztöndíjakkal támogatja a fiatal szakemberek képzését, ezen kívül foglalkoztatási programok is működnek. Minden évben, így a 7-10 milliós kerettel az új munkahelyek megnyitását, az új vállalkozások megnyitását támogatjuk ilyen 140-150 ezer dinárra. Az pont az itthonmaradásnak ahhoz való segítség. Nem beszélve ugye a Prosperitati Alapítványról, nem beszélve ugye a tartományi forrásokról. A temelini Veljko Vlahovics iskoláskor előtti intézmény két óvodájában vannak magyar tagozatok is, kettő a központi Méhecske, egy pedig a telepi Napraforgó óvodában található. A temelini óvoda három magyar tagozatába összesen 64 gyerek jár. Az államnyelv elsajátítása érdekében a szülők kevert vagy szerb tagozatokba is íratnak gyerekeket, belőlük van 6. A számok alakulását illetően évente egy-két gyerek költözik el. Szünetel a tanítás, a kollégisták hazaköltöztek, de a muzsjai Emmaus katolikus fiú kollégiumban mégis nagy a zsibongás, megkezdődött a téli oratórium. Az idén mintegy 60 zömében muzsjai gyerek látogatja ezeket a foglalkozásokat. A szalézi szerzetesek évtizedekkel ezelőtt kezdték a nyári oratóriumok szervezését Múzsján, 5 éve pedig már téli oratóriumok is vannak. A napi foglalkozások katekézissel, beszélgetéssel és közös énekléssel kezdődnek, utána pedig mindenki megtalálhatja magának a kedvére valót. Nekem ami legjobban tetszik ebbe az oratóriumban, hogy mindig szoktunk bújócskát játszani, zavarócskát, focit, röklabdát, minden szoktunk játszani, meg kézműveskedni is szoktunk. Vannak a nagy játékok, amikben mindenki játszik, és az olyan, hogy kicsit hosszabb, mint az összes többi. És a legvégén pedig olyan hosszú, és akkor, amikor például most lesz egy nagy játék, akkor a nagy játék után még egy kicsit maradunk, és akkor megyünk haza, amikor akarunk. Az iskola szünetben sok gyerek nem tudja hasznosan eltölteni a szabadidejét. Különösen télen maradnak szobájukban a számítógép mellett. Ez volt az egyik indító oka annak, hogy a muzsjai katolikus plébánián elindították az oratóriumokat. Ez jó a gyerekek számára, meg a szülők számára is, hogy egy kicsit a gyerekek kiruccannak, eljönnek ide, szórakoznak, valami okosat is tanulnak. Tehát nagyon helyes, hogy van téli oratórium is, hiszen most a téli szünetben akkor legalább egy kicsit lefoglaljuk őket, hogy töltsenek itt pár napot, hogy közösen játszanak, szórakozzanak. A téli oratóriumnak értelemszerűen a télhez kötődő játékok, foglalkozások a fő témái. Sajnos az idén egy kicsit változtatni kellett a programon.
Tehát jó, hogy beleestünk egy kicsit az ilyen három királyok ünnepi körbe, vagyis hát ünnepbe. Viszont főleg a téli téma, tehát tervünkbe volt, hogy elmenjünk szánkózni is, vagy hóembert építeni, viszont havunk nincs hozzá, de tehát főleg az ilyen téli téma, téli játékok, hogy minél többet élvezzük ki a telet is, ne csak a nyarat. Az oratóriumnak sok visszajáró résztvevője van. Közülük kerülnek ki később az animátorok. A napokban megtartott képzés után 8 új animátort vontak be a foglalkozásokba. Az oratóriumra régebben talán már a kezdete óta jelen vagyok, és ugye mikor betöltöttem azt a kort, hogy már én is lehetek animátor, akkor meghívást kaptam az animátor képzésre, ami arról szól, hogy minket kiképeznek, és mi is vezethetünk. A muzsiai plébánián megtartott nyári és téli oratóriumokon évente több száz muzsiai és környékbeli általános iskolás vesz részt. Ász, király, alsó, felső, dáma vagy éppen tízes. Röpködnek a magyar kártyalapjai a ludasi kártyaversenyen. A játékosok snapsban, páros hetesezésben és filkó játékban mérhetik össze tudásukat egy héten keresztül a ludasi helyi közösség nagytermében. Győzteseket jövő szerdán hirdetnek. A ludasi kártyaversenyre a helyi játékosokon kívül Palicsról, Hajdújárásról és Kelebiáról is érkeztek versenyzők. Az első napon 16-an ültek asztalhoz. A palicsi Tukai Zsolt és fia szenvedélyes kártyajátékosok. Nem titkolták, hogy a jó szórakozáson kívül azért jöttek, hogy megnyerjék a snapszozás versenyt. Ez az első alkalom, hogy a fiammal eljöttünk, mert hallottuk már régóta, hogy mindig itt szervezik ezt a kártyaversenyt, és itt lakunk közel a szomszédba, úgy gondoltuk, hogy eljövünk mink is, és megpróbáljuk, hogy tudunk mink is játszani. Nem csak férfiak, nők is előszeretettel játsszák a páros hetesezést és a filkózást, mondja Kovács Gábor, a verseny szervezője. Az utóbbit régi magyar kártyajátéknak tartja, amelynek célja, hogy az ütésekben összesen elvihető 4 ázból és 4 tízesből legalább 6-ot megszerezzen a játékos. Így a győztesek osztásra kényszerítik a veszteseket mindaddig, amíg nekik nem sikerül partit nyerni. 32 lapból áll a filkó, tehát a magyar kártya, és mindegyik lap játszik, és hát tulajdonképpen 8 számos kártya van, arra gondolunk, hogy tízes és disznó. Ezeket kell ugye megnyerni, és hát aki többet nyer ezekből a számos kártyákból, ugye az a győztes. És megvan, hogy hány, két körosztás szokott történni, tehát kétszer ér körbe, kétszer 4 osztás. És az, akinek legtöbb pontja van, ugye az a nyerő, az marad az asztalnán. A szervezők célja, hogy a 16 éves múlttal rendelkező ludasi kártya napokat fiatal játékosokkal tovább éltessék. Javában zajlik a régióban a síszezon. A hegyekben a havazás, valamint a munkaszüneti napok Zlatiborba vonzották a síelés szerelmeseit. A Tornéki Síközpont idén 5 pályával várja a kezdő síelők mellett a tapasztalattal rendelkezőket is. A szezon Zlatiboron január elején kezdődött, és az első napon már 1200-an siklottak. Egy fiatal lány szemmel láthatóan a síelés első lépéseit gyakorolta a szerbiai üdülőközpontban, Zlatiboron. Mások oktatáson vettek részt, és természetesen akadtak olyanok is, akik már több éves tapasztalattal siklanak le a hegyek oldalán. A síelés egyik izgalmas része a felvonókon való utazás. Amikor felértünk, amellett, hogy élvezhetjük a visszasiklás szépségeit, gyönyörű táj fogad bennünket. Január 3-án kezdődött a síidény a Tornéki központban. Jelenleg 2 vörös pálya, a Csigota és a Tornik, 1 fekete az Májevác, és 1 az idén létrehozott 2 kilométer hosszú új pálya, a Stankoráván sítere párja látogatókat. Svaki godin dođem između nove godine i Božića, budem tu 3-4 dana, iz Šapca sam i tako, lepo je ovde. Samo šteta što nema više staze, malo je gužva. Uslovi su dobri, za sada naravno očekujemo još padavina, još minusa da se otvori ostatak staza, ali za sada je sve odlično. Jelenleg mesterséges hókészítő rendszerekkel javítják a pályák állapotát. Juče bilo 1230 skijaša na jednoj stazi, snega ima oko 30 cm utabanog, spremnih na stazama. Nismo pripremili sve staze zbog loših vremenskih uslova, temperatura u decembru je bila 16 stepeni.
Tako sad se trudimo da otvorimo celo skijalište. Zlatiboron nem csak a síelés élményét élhetik át az odalátogatók. A legkisebbek számára kezdő és kétsávos gyakorlópályákat biztosítanak. Azok, akik nem a síelés miatt érkeznek Tornikra, lehetőségük van a téli bobozásra is. Az egynapos síbérlet ára felnőtteknek 2150, 12 év alatti gyermekek számára pedig 1650 dinár. Tavaly egyébként körülbelül 47 ezer síelő és több mint 55 ezer téli sportkedvelő lépte át a síközpont kapuját. Vagyos, igazi téli napok állnak előttünk, olvasható a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet honlapján. Havazásra, esőre nincs kilátás a héten vidékünkön. A hajnalokon -6-7 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, míg napközben nem lesz melegebb 4-5 foknál. Azoknak, akik szeretik a havazást, nem szolgál jó hírekkel a hosszú távú előrejelzés sem. Január 2. felében ugyan csapadékosabbra fordul az idő, de csak esőre kell számítani Vajdaság nagyobb részén. A fagyos hajnalok a hónap folyamán végig kitartanak. Legkorábban áprilisban térhet vissza a pályára térdműtétje után Vili Orbán az RB Leipzig magyar válogatott labdarúgója, vagyis biztosan nem játszhat az Európa-bajnoki pótselejtezőn. A lipcseiek 27 éves csapatkapitánya október 30-án a Wolfsburg ellen 6-1-re megnyert német kupamérkőzésen sérült meg. A hírek eleinte arról szóltak, hogy csak 2 hetet kell kihagynia, amikor azonban megműtötték, közölték, hogy várhatóan februárban térhet vissza. A magyar válogatott március 26-án játszik pótselejtezőt Bulgáriában, és ha nyer, 5 nappal később Budapesten fogadja az Izland-Románia párharc győztesét az EB részvételért. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Ma ünneplik a pravoszláv hívők a karácsonyt. Holnaptól ismét torlódásokra lehet számítani a szerb-magyar határszakaszon. A nemzeti összetartozás évének ünnepélyes megnyitóját tartották ma Moson-Magyaróváron. A madévfalvi veszedelem 256. évfordulójára emlékeztek ma Hertelendi falván. Javában tart a síszezon, Zlatiboron 1200-an siklottak a nyitónapon. Köszönjük figyelmüket, további friss hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol riportjainkat is visszanézhetik. A Pannon Rádióban holnap reggeli, míg a Szabadkai Magyar Rádióban a napindító várja a hallgatókat. Itt a televízióban most jön a Jövő projekt, de lesz Kalamár is közelkép és szubjektív is. A 20 órai híradót követően a Mephisto című magyar-osztrák-német filmdrámát láthatják szerb felirattal. Tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra!